A parkoló megszűnt, ez a tábla került ki a pécsi Zólyom utcai köves parkoló kapujára, amelyik önkormányzati tulajdonban van. Csütörtök délután 2-ig lehetett utoljára használni a területet. A parkoló őre azt mondja, nagy veszteség ez a vásárcsarnok kereskedőinek és a vevőknek is szerinte. Eddig nagyon jó volt, mivel bezárt a centrum parkoló, ezáltal ide kényszerültek, és nagyon megszeretik, mert közelebb van, mint a centrum parkoló, de most nincs, hanem ott lent a centrum parkolóban, és onnan, meg két batyúval még eljöttek ide az emberkék, és vettek egy-két ruhát ezektől a jó emberektől, de most ez is megszűnik. Ha most be van zárva a parkoló, akkor mi lesz? Elmegy tovább. Nem fog megállni, nem fog tudni, hol megállni. A vírus miatt amúgy is veszteség érte a kereskedőket a vásárcsarnokban, most a parkolási helyzet miatt kerülnek megint nehéz helyzetbe, Fodor István szerint. Az Zólyom utcai köves parkolóban naponta 200 autó állt meg. Péntektől erre más területen lesz lehetőségük. Azoknak, akik eddig ezt az Zólyom utcai parkolót használták, a Vodbokácsó helyén kialakított köves parkolót tudja a Biokon biztosítani. Erről a területről van szó. A beruházása az Zólyom utcában pedig már hétfőn elkezdődhet, mert a kivitelező pénteken átveszi a területet. Ebben a formában az a parkoló nem lesz már többet elérhető, hiszen maga a beruházásnak a célja egy vadonatúj vásárcsarnok építése, ergo az a parkoló ebben a formában megszűnik. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen megszűnik, mert amikor elkészül, körülbelül 18 hónapot szán rá a szerződés, az új vásárcsarnok, ott 45 darab vadonatúj parkoló lesz, ezen felül pedig 2 olyan parkoló, amelyik a nehezen mozgó emberek számára lesz kialakítva. Az új vásárcsarnok megépítése 3 milliárd 60 millió forintba kerül. A régi vásárcsarnok épületét pedig átalakítják, ahova szolgáltató központ költözhet. Egy cég szeretne Pécsre költözni ilyen tevékenységgel, de 2022-ig át kell adni nekik az átalakított régi vásárcsarnokot, mondták korábban a Városházán.